Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Megtörtént, ami talán már szinte lehetetlennek tűnt, hogy befejeztem az előző sémát. De most akkor semmi ismétlés, hanem rögtön kezdjük a következőt. Ez pedig az úgynevezett behódolás séma. Bizonyos szempontból épp az ellentéte annak, amiről eddig beszéltünk, hiszen azt mondtuk, hogy valaki már-már szinte gátlástalanná válik, azért, mert nincsen megfelelő önkontroll, önfegyelem, érzelmi önszabályozás birtokában. Itt pedig éppen arról van szó, nem minden szempontból ellentéte ennek, hogy valaki behódol, éppenséggel minden figyelmét, energiáját másokra fordítja, arra, hogy mások szükségleteit, vágyait, törekvéseit, akaratát és kontrollját valahogyan megértse, fölfogja és az alapján igazodjon. Valami ilyesmi. Nem egy túl jó dolog. És András szólt nekem, hogy már olyan régóta beszéltünk az előző sémáról, és az is lehetséges, hogy vannak köztetek olyanok, akik ma jöttetek először. Hát ez szörnyű. Hát, mit csináltatok eddig? Hogy ezért hiába úgy beszélek, mert most harmadik Éva beszél. Éva, na tessék. Hallottátok ezt? Micsoda elszólás, így tavasszal. Most harmadik éve beszélünk sémákról, ezért én bennem az van, hogy ti már séma, már mindent tudtok róla, már most csak aprózzuk, meg finomítjuk, de hát valószínű, hogy nem így van. Ezért csak néhány bevezető szó. Mi az, hogy séma? Itt arról beszélünk, hogy vannak gyerekkorban, elsősorban gyerekkorban kialakult olyan belső mintázataink, amelyek a személyiségünknek a struktúráját is képesek meghatározni és befolyásolni, nem is csak bizonyos funkciókat. Amikor a sémák kialakulnak, mi most kifejezetten elsősorban a gyerekkorban kialakuló belső mintázatokról beszélünk, ráadásul a gyerekkorban kialakuló negatív belső mintázatokról, amelyek felnőtt korban befolyásolják az életünket, és úgy éljük meg, hogy tehetetlenek vagyunk ezekkel a sémákkal kapcsolatban, de ez már nagy dolog lenne, ha így élnénk meg, mert ez azt jelenti, hogy rálátunk a sémákra. Hogy tudjuk, hogy az egy séma, és nem ez a valóság, már pedig a többségen a séma uralkodik. Azért uralkodik rajtunk a séma, és csak a tünetekkel bajlódunk, és azt mondjuk, nem igaz, hogy miért vannak dükkitöréseim. A sokszor lehet, hogy egy sémának a tünete. Valaki sose gondolkozik, csak mindig csinálja. Ez problémát okozhat, ezzel foglalkozik, ez lehet egy sémának a megjelenése. Tehát a séma által kialakult világot mi valóságnak tartjuk. Ezt tartjuk a realitásnak. Nagyon fontos, hogy ne bántsuk magunkat a sémáink miatt, mert amikor a séma kialakult, akkor az nagyon pontosan tükrözött egy helyzetet. Tulajdonképpen, amikor a séma kialakul, akkor az egy nagyon pontos észlelése és egy sajátos válasz arra, ami ott és akkor realitás volt. Valakit állandóan szídnak, szükségleteire fütyülnek, bántalmazzák, elhanyagolják. Szóval minek jöttél ide? Ő benne kialakul, krónikussá válik az, hogy nem értékelem magam, semminek tartom magam, az életre alkalmatlannak, önbecsülés nulla. Akkor tehát, amikor a séma kialakult benne, azt mondhatjuk, hogy az megfelelt annak a helyzetnek, amiben ő hosszú távon volt, hiszen azt mondták neki, hogy értéktelen, semmire kellő, mi haszna, minek van a világon. Tehát
éppenséggel a sémáink nagyon sajátosan visszatükröznek minket magunk számára, hogy valamikor mit is élhettünk meg. Mert a sémák nem véletlenül alakulnak ki. Miből állnak a sémák? Vegyetek elő papírt és tollat, és akkor 5 perc, röbb dolgozat. De tényleg, hát ezeket nagyon érdemes tudni, mert különben... Na most. Gondolatok. Hülye vagyok, béna vagyok, szerencsétlen, hogy úgyse fog sikerülni. Nyakunkon a világ vége, mindjárt mindennek vége. Ez most csak egy altatás, hogy éppen most március van. Azok, akik nem elég érzékenyek, azt hiszik, megúszták. Ilyenkor jön el az végítélet az utolsó nap. Annyi lesz nekünk, nagyon gyorsan, az egész világnak. Úgyhogy érdemes bespejzolni konzervből. Nagyon érdemes, most. Mert most a többség tudatlanul csak úgy él, tavaszozik. Rügyfakadással altatja magát. De mi, akik tudjuk, hogy nem vagyunk biztonságban ezen a földön, mi készülünk. Tehát a sémákat, most több sémát hoztam ide, csak most nem értitek. Tehát a sémák nagyon meghatározott, sémát kifejező gondolatokat jelentenek. A gondolatokhoz kapcsolódó, azt megelőző, azt követő, azzal együtt járó érzések és érzelmek jelennek meg. Tehát például akkor rengeteget szorongok, állandóan aggódok. Tényleg úgy összehúztam magam. Azután, ha megvannak ezek a gondolatok, amelyek állandóan megjelennek, megvannak hozzájuk kapcsolódó érzések, amelyek állandóan keringenek bennünk, nyilvánvaló ez előbb-utóbb mihez fog vezetni? Igen, tehát ez előbb-utóbb fizikai állapotokat fog létrehozni bennünk. Ha nagyon sokat aggódok, ne szálljak be rendőrautóba. Sok aggodalom, sok szorongás, haj-haj, fizikai állapotok jönnek létre. És ami betetőzi ezt a helyzetet, ez pedig az, hogy az emlékeinket elkezdjük nem tudatosan szelektálni. Vagyis már az érzéseinknek, gondolatainknak, fizikai állapotunknak megfelelő életesemények jutnak csak eszünkbe. És már véletlenül se jut eszünkbe az, hogy voltak nekünk szép emlékeink. Csak a rosszra emlékezem. És látjátok, itt van ez a 4 elem, gondolatok, érzések, testi, fizikai állapotok és szelektív emlékezés, hogyha ez összeáll bennünk egy rendszerré, már pedig az összeáll, az más se csinál, mint összeáll, mint a tejbe gríz a táborba, és akkor nem lehet kiúzni belőle a villát, sok a gyerek, tetté bele még egy kis grízt, és annyi lett neki. Így tehát összeáll egy belső mintázat, és miután már 10 éve ebben élsz meg, 50 éve, nehéz lenne úgy élned, hogy azt mondod, hogy hát amit érzek, az nem úgy van, amit gondolok, az se úgy van, az emlékeimre nem emlékszem, és egyébként pedig nem hiszek abban, hogy rosszul vagyok. Így nehéz lenne élni. Tehát szép lassan megszokjuk és megtanuljuk azt, hogy azt mondjuk, hogy az a valóság, amit mi gondolunk, érzünk, emlékeinkben fölidézünk, és ahogyan vagyunk. Azt mondjuk, ez a valóság. De ebből is látni való, ha valaki 30 éve aggódik, nehezen mondja azt, hogy az egész egy téveszme. Tulajdonképpen jól vagyok. Most a 4. pincét béreltem ki, mert és nagyon olcsón hozzájutottam 128 mázsa pörkölthöz. És hát az előző 8 mázsát már szanálom, mert azok meg már lejártak.
Egyébként ez nem valóság persze, de így csinálom, mert így tudok élni. Ugye viszonylag kevés ilyen ember létezik. Tehát ha már gyűjti, akkor komolyan csinálja. Tehát a nehézségünk az az, hogy a sémák, amikor kialakultak, éppenséggel tükrözték a valóságot. De legalábbis azt, ahogyan mi a valósághoz képesek voltunk viszonyulni. Tehát egy nagyon sajátos realitást fejeznek ki. Ez a realitás azonban ma már nincsen. Vagy a realitásnak csak egy része. De mi ezt nem így látjuk, hanem idáig vagyunk a séma által diktált világgal. Ez a nehéz. És akkor aztán vannak tünetei a sémáinknak, ami miatt általában megyünk és kérünk segítséget. Vagy valakit megverünk, vagy megengedjük, hogy valaki megverjen minket. Séma diktálja, hogy te versz, vagy téged verni. Narcisztikus ver, behódolót verik. A cselekvés nem része a sémának, hanem már a séma világára adott válasz. Nem kellett volna ennyit aggódnom a mai nap miatt. Kezdek rosszul lenni. Hogy jöttem, azt gondoltam, alkalmatlan leszek a mai előadás megtartására. Na szóval, már csak azért is mondjuk, hogy a cselekvés nem a séma része, hanem valamiféle válasz a sémára, mert hogy három fő iránya van, amelyek nem ugyanazt a cselekvést mutatják. Az első, hogy valaki azt csinálja, amit a séma diktál. A másik, hogy valaki megpróbál minden olyan helyzetet elkerülni, amiben a séma által kiváltott állapot aktív lesz. Ugye? Ha én félek attól, hogy nem tudok megfelelni, nem vállalok semmilyen feladatot. Mert akkor nem kell megélnem azt, hogy ez inkább... És a harmadik, hogy túlkompenzálom a séma világát. Nézzük most konkrétan a mai sémánkra vonatkozóan, behódolás séma. Ugye, könnyű. Első, ha valaki behódol, és a séma uralkodik rajta, akkor mit fog csinálni? Behódolni. Vagyis engedi, hogy mások uralkodjanak fölötte, mondják meg, hogy mit csináljon, hogy csináljon, hogy mások kontroll gyakoroljanak fölötte, és ezt akkor is teszi, ha egyébként azt gondolja, nem ezt kéne csinálnia. Akkor is ezt teszi. Mi történik akkor, hogyha menekülök a séma által kiváltott világtól, például attól, hogy emberek itt vannak, és én úgy érzem, hogy... akkor elkerülök minden keddet. Például kihúzom a keddeket a naptáramból, mindegyiket, és hétfő után a szerdára tekintek. Csak semmi. Vagyis a behódolásnál az történik, hogy óvakodom az emberi kapcsolatoktól, de főleg azoktól a kapcsolatoktól, ahol valaki mer konfrontálódni, vagy kifejezni az akaratát, na azoktól pláne. Tehát mind a kapcsolattól, konfliktustól, mindentől. És akkor úgy érzem, legalább van egy kis szabad terem. De ha már ember van ott, úgy érzem, hogy nincs szabad terem. Hogy egy másik ember a puszta jelenlétével annyira befolyásol engem, hogy nem tudok szabad lenni. Pusztán attól, hogy ő van. Ezért... legjobb társaság én vagyok, mondja valaki, jobb hiány. És a harmadik, hogy valaki túlkompenzálja a sémát, mit fog csinálni? Agyon lázadja magát. Minden hatalommal, tekintélyen, erővel, mindenkivel, aki kifejezi magát, ő az. Ez a séma lehet nem egyszer annak a egyes csoporttagok dinamikájának a hátterében, hogy az egész csoport azt mondja, hogy legyen így, és egy valaki nem. Nem. Nekem az nem jó. De miért nem? Nem. Mert nektek az a jó, nekem nem. Csoportvezető azt mondja, álljunk most föl.
Én nem. Le is ülök. Én miért álljak föl? Mi a csoportvezető azt mondani, ki ő? Fizetek neki, és még megmondja nekem, hogy mit csináljak. Hát én nem állok föl. Nem áll. Nem arról szól a csoport, hogy kifejezzem magam. Én nem állok föl. A csoportvezető, csináljon bele valamit. Nekem nem mondja meg senki, hogy fölálljak, vagy ne álljak föl. Ha! Tartsak előadást, vagy ne. Tartok, ha akarok. No, azért meg kedv van? Na, akkor mi van? Jó, tehát a harmadik, lázadok. Lázadok, és lázadok, és lázadok. Mi a behódolás séma lényege? Tulajdonképpen az első cselekvési módnál már beszéltem róla. A lényege, hogy három dologban sebzetté váltam. Az egyik, kisebb-nagyobb mértékben, érzések, érzelmek megélése és kifejezése, főképpen pedig a harag. A másik, szükségleteim megélése és kifejezése. A harmadik, a vágyaim megélése és kifejezése. Valamikor családtörténet összefüggésében erre a háromra kisebb-nagyobb mértékben valamiféle elutasítást, tilalmat, megbélyegzést, tilos, fúj, hogy képzeled, nézd tükörbe, valami ilyesmit kaptam. Tehát érzések és érzelmek, szükségletek és vágyak. Ezeket tehát se megélni, se kifejezni nem tudom megfelelően. Majd pedig megtanulom azt, hogy nem egyszerűen csak nem vagyok képes ezeket kifejezni, hanem nem is szabad őket kifejezni. Egyrészt azért, mert nekem az a dolgom, hogy titeket megértselek. Ha én most nagyon szomjas vagyok, akkor sajnos az elmegy fél perc, és akkor nem tudlak megérteni. Mert akkor iszom, és akkor elveszett fél perc. Erre nincs idő, tehát titeket kell megérteni, rátok kell hangolódni, rátok figyelni, mi van veletek, hogy jól vagytok, jól ültök. Rendben van így most minden? Ez számít, az, hogy nekem pisilni kell, egy kicsit se számít. Az nem számít, az, hogy ti jól legyetek, ez a legfontosabb, kicsit össze is görnyedtem ötlet. Jól vagytok, minden rendben van? Tehát a figyelmemet azt köti le, hogy mások hogy vannak, nekik milyen szükségleteik, vágyaik, igényeik és érzéseik vannak, és én ezzel mind-mind alkalmazkodom és igazodok. És ennek a sémának tulajdonképpen az egyik nagyon világos sajátossága, hogy ezt akkor is megteszem, ha egyébként azt gondolom, hogy nem jó, amit mondasz, amit kérsz tőlem, vagy amit most csinálnom kell, de akkor is megteszem. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki például szabadon áldozatot vállal, és azt ez iszonyatosan nem fog nekem jól esni, csomó szenvedéssel jár, de az a meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy gyerek szülessen a világra, lehet, hogy fájdalomra is szükség van. Eddig így volt. Hát ezért én most tudatosan vállalom a szüléssel együtt járó fájdalmat. Nem erről van szó, hanem arról, hogy azt gondolom, hogy amit mondasz, nem jó, akár nem helyes, és akkor is úgy csinálom. Miért csinálom úgy? Még ha azt is mondom, hogy szerintem most mást kéne csinálni. Sokszor, amikor valaki 30, 40, 50, 60 éves lesz, már ez a feszültség nagyon erőssé tud válni. Hiszen a személyiség valahogy alakul, dolgozódik, mert kezdesz úgy picit magadra találni. Hogy tulajdonképpen én már most napi 18 órákat melózok, de jó lesne tulajdonképpen, most állítólag tavasz van, most ezt nem tudom, mert csak a kliensek mondják, hogy tavasz van, én nem voltam kint. Tényleg mindig este, mikor végzek, akkor már nem tudom, nincs tavasz, tehát sötét van. Reggel, mikor kelek, még sötét van, hát állítólag kliensek mondják, hogy most szép az élet, de nem tudom, hogy így van-e. Sajnos be van osztva a naptáram, tehát nem tudom ezt most, hogy tavasz van-e. Tényleg? Most azért 40-50 évesen úgy
Szóval a nem jó jár, csak tavasz van. Én most mit csinálok már itt? Most hát kezdek kinyúlni, hogy kipurcani, hogy kezd ebből elegem lenni. Vagyis föláll egy feszültség, de amikor tennem magáért valamit, kifejezne érzést, szükségletet, vágyat, rögtön jön egy erős bűntudat, és ez nem. Hát ez nem. Most hatkor, amikor még egy picit fönn van a nap, akkor menjek ki. Hát akkor szoktam a palacsintát csinálni. Hát most vessük össze, rendben van, szeretnék kimenni. Tehát a gyerek hogy eszik palacsintát? Hát most ne is haragudjatok, hát most nem lehet egy lapon emlegetni az én tavasz iránti vágyamat a gyerek. Hát hogy enni kell neki. Hát enni. Hát milyen anya vagyok én? Hát milyen anya vagyok én, nem vagyok hajlandó neki palacsintát sütni? Hát... Jó, hát nem madártej, de legalább palacsinta. Hát az a minimum. Na szóval, miért teszem ezt így, még ha a meggyőződésemmel szemben is van? Azért, mert félek a következményektől, félek a büntetéstől. Következményektől való félelem, büntetéstől való félelem, és a következményektől való félelemnek van egy külön része, ez pedig az, hogy a kapcsolatunkban majd valami olyan kárt okozok ezzel, amit én nem vállalhatok. Azt lehet, bele gondolok, retteretes. Semmiképpen. Hát mi majd megharagszol rám. Azt nem lehet. De el se tudom képzelni, mi lenne, ha egyszer tényleg megharagudnál rám. Az iszonyatosan ijesztő lenne. Hát, hogy elképzelem, hogy a Péter kiabál velem, ez nem, semmi kép. Nem, inkább ráhangolódok. Ne kiabáljon velem. Egyszer azt mondja nekem, hogy nem csináltam valamit jól, hát elsüllyedek. Nehéz napom van máma. Tehát a behódolás sémánál nagyon távol vagyok saját szükségletek, érzések, érzelmek és vágyak, és közben állandó hangolódásban vagyok valaki másra. Folyamatos szorongás, aggodalom és bűntudat, és a meggyőződésem ellenére is félek a következményektől, ezért inkább úgy csinálom. Ez tulajdonképpen a lényege. És most ezért szeretnék néhány dolgot erről, arról beszélni, ami nagyon ide tartozik. A sémának az egyik kulcsa, hogy ha van érzés, amit nem lehet kifejezni, az a harag. De most akkor mi van a haraggal? Nem tudom, hogy mennyire vagytok keresztény módon eleresztve. Ugye még bizonyos hittankönyvekben meg, hogy mondják, azt várjunk csak. Imakönyv. Hú, de nem jutott eszembe ez a kifejezés. Imakönyvekben lehet olvasni mindenféle fő bűnökről, és akkor ilyesmit is olvashattok, hogy harag. Ismerős ez? Harag. Hogy a harag valami olyasmi, amit keresztény ember nem csinál. Ez nagyon-nagyon kártékony dolog. Nagyon. Ha egy megfelelő szót kellene ide helyezni, akkor azt kellene, és mindenhol így kéne írni, hogy harag tartás. A haragra azért sem mondhatjuk, hogy valami alapvető vagy fő bűn, mert hogy egy érzés. Mikor én följön a harag, dühös leszek, nincs is akaratlagos irányítás alatt. Márpedig bűnt csak tudva és akarva lehet elkövetni. Ezért, amikor jön a harag, ez nemhogy nem bűn, hanem nem is eshet morális megítélés alá. Mint a többi érzés, ami nincsen akaratlagos irányítás alatt. Tehát a harag nem tud bűn lenni, mert az egy érzés. Hogy mit csinálok a haraggal, ott már fölmerül az erkölcsi megítélésnek a témája.
hogy haragot tartok, az már lehet az. De önmagában az érzés, vagy az érzelem nem tud az lenni. Ez a mi világunkban sokaknak nagyon idegen, sőt ijesztő. Most árnyaljuk egy picit a képet. Ha valaki nagyon begyakorolja magát a haragvásban, az nem tesz neki jót. Élettanilag se, meg úgy egyébként se. Tehát amikor azt mondjuk, hogy amikor jönnek az érzések, azok morálisan nem is ítélhetők meg, hiszen nincsen szándékosság, akaratlagosság, tudatosság, hanem csak egyszer rá csodálkozom, hogy ez van, akkor nem azt állítjuk, hogy érdemes jól begyakorolni magunkban a haragvást, és hogy mindent úgy haragból csinálni az életben. Nagyon ijesztő lenne. Akkor érdemes megkülönböztetnünk a haragot az agressziótól. Ugye harag egy érzés, ráadásul egy alapérzés, négy alapérzés van, de most már nem fárasztalat titeket ez. Már sok lesz, este. Szomorúság, félelem, harag, öröm. A harag egy alapérzés, de amikor én püfölöm a gyerekem, az nem harag, hanem agresszió. Akkor is, ha azt mondom, hogy nevelem. Az már csak az én kultúrcímkém, de az agresszió. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a harag nem bűn, akkor sokan, mert nem különböztetik meg a haragot az agressziótól, ja, akkor leordítom a fejét. Ja, hát most derült, hogy nem bűn. Köszönöm. Ezt én nem mondtam. Az, hogy maga az érzés nem bűn. A harag tehát nem egyenlő az agresszióval. Sőt, a lélektani okosak a következőt mondják. Az agresszió a harag veresége. Vagyis, ha megfelelő formában kifejezésre tudnám juttatni a haragomat, valószínű nem kéne eljutnom az agresszióig. Abban az esetben, hogyha én is egészséges vagyok, még a környezetem is. Az evolúciós pszichológia következőt mondja, minden érzés tulajdonképpen magába foglal egy cselekvési stratégiát. Nem véletlen, hogy vannak érzéseink, ugyanis még mielőtt gondolkodni tudtunk volna, még mielőtt a környezetünket és magunkat tudatosan, szavakkal, gondolatokkal képesek lettünk volna kifejezni és megérteni, mint élő lények, akkor is észleltük, hogy jön-e a mamut, vagy nem. Hogy ránk támad-e a bolha, vagy nem. Hogy jön-e a szúnyog invázió, vagy nem az enyhetél miatt. Mi segítette az élő lényeket, már kicsit fejlettebbeket abban, hogy bár nincs gondolkozás, de megfelelőképpen tudjanak cselekedni. Tehát ha veszély van, mondjuk meneküljenek. Ha megtámadják, akkor valamilyen módon fölfogják, hogy érdemes-e harcba bocsátkozni, vagy nem, esetleg harcoljanak, megdermedjenek. A megdermedést ne értékeljük le. Mondjatok egy példát a megdermedés hasznára. Tessék? Úgy van, köszönöm. Te régi motoros vagy. Igen, igen. A medve. Medvével nem érdemes birokra kelni. Elfutni, elúszni előle. Tehát marad a halottnak tettetem magam. Szóval a harag nem egyenlő az agresszióval. A harag egy evolúciós program. Mert nem bírja kikapcsolni. És azt fejezi ki, hogy van valami célom, például alapesetben túl akarok élni valamit, egyáltalán élni akarok, túlélni, megmenekülni, esetleg másfajta célom van, utódokat gondozni, nem tudom mi,
mint a tundrai mókus télre fölhalmozni a készleteket. Nem vagyunk egyformák? És hogyha valami akadályba ütköznek azok a célok, amelyek engem segítenek az életben, ezek a célok lehetnek nem csak individuális, hanem csoport vagy társas célok is, akkor megjelenik a harag. Tehát a harag tulajdonképpen, tudtam, hogy ez lesz, bizonyos szempontból az életerő egyik formája, hogy tudjunk élni, akarjunk élni, és kifejezzük azt, hogy élni akarunk, hogy céljainkat el akarjuk érni, ezek lehetnek tudatos vagy nem tudatos dolgok, a harag ebben segít. Ezért a harag nagyon hasznos dolog. És mégis, nagyon sokszor, mert hogy a nevelés felnőtt szükségleteket tükröz általában, és nem a gyerek szükségleteket, ezért az érzések, és főleg a harag tilalom alá kerül. Ezért nem szabad haragudni. Ha nem szabad haragudni, akkor például az történik, és itt a haragnak van egy nagyon szoros összefüggése valami fontossal, ez pedig, hogy a harag nagyban segít bennünket, hogy megérezzük az erőnket. Aki teljesen el van vágva attól, hogy tudjon haragudni, nagy kérdés, hogy meg tudod-e érezni azt, hogy van erőd. Ma nagyon sokan sokkal erőtlenebbek, mint ahogyan az egyébként reális lenne. Egy nagyon furcsa világban élünk. Tehát azt mondjuk, hogy mondjuk, és főleg nekünk férfiaknak ez nem könnyű. Ez egyáltalán nem könnyű. Olyan sok a kultúra, tényleg, sok. Hát nézzétek meg. Tehát. Ez sok. Azt mondjuk egy férfinek, de szedd össze magad, csináld meg! És akkor mit csinál? Leül a számítógép elé. Értitek ezt? Tehát ott van egy 30 éves férfi, elvileg van rajta 30 kiló izom. És reggeltől az estig azt csinálja, hogy az erejét összeszedve, és utána elmegy az orvoshoz, és nem a betört orrára kér valami gyógyírt, hanem inhüvelygyulladása van. Az biztos, hogy ez nem egy férfi világ. Hát hogy? De most hogy érzed meg az erődet? Ezért férfiak akkor 25-30 évesen elmennek mindenféle, hogy is mondjam, kalandos tevékenységekre adják magukat, ilyen szabadidőben, ilyen másfél napra leugranak a Himalájáról, szabad esésbe. Hát na valami kell, hát, hogy megérezze, hogy él, hogy tud valamit, hogy egy napra már lerohanok, raftingolok. Kétszer belefulladok. Nem ezt csináljuk? Hogy gyűröd. Rakod egyik papír, másik. Elmented a munkádat. Érted ezt? Tehát régen menteni valakit, az jött az árt, te beugrottál, kimentetted, kihúztad. Most meg fogod, és a munkádat elmented. És akkor, na jó, hát akkor valami, hogy fejezzem ki, hogy van bennem férfi erő. Ugye majd azt a, hát hogy, ja, hát ezért majd akkor hódítok. És ott fönt érted nektek. Akkor férfi erő, hódítok, akkor állsz a tükör előtt. Metroszexualitás. Másikat is, mert hát, ha innen jön.
tükör előtt még. Hát ez pusztító. És kimész, és akkor a férfi erő teljében, egy ilyen hihetetlenül finom, divatos nadrágba, egy puha cipőbe, illatosan, némi kis szemöldök izével, most megélet, hogy férfi vagyok. Mit szerettem volna ezzel idehozni? Hogy nekünk férfiaknak egyáltalán nem könnyű ma, mert mondjátok meg azokat a természetes hétköznapi nap után, ahol megérezzük, hogy van erőm, hogy ezt bírom, ezt meg tudom csinálni. Elszakadtunk a fizikai erőnktől. Nincs méltósága a fizikai munkának. A kényelem hőseivé váltunk. Akkora hősök lettünk, hogy minden becsúszés le. És életerős emberek 35 kiló izommal leülnek, és össze... Te megvan a legújabb játék neked? Megvan? Megvan? Letöltötted? Iszonyú állat, te! 28 pálya van, és az egyik durvább, mint a másik, de az ötödikre nem enged csak úgy föl, érted? Néni, 124 rohadékot kell kinyírnod. A zombik a legdurvábbak, figyelj! Figyelj, mondom én már, nekem megvan két napja. A zombit nem lehet testen lőni, érted? Tehát lőheted testen, rátámad. Agyba kell durrantani, hogy menjen szét az agya. Iszonyú cool, iszonyú durva, annyira, te olyan... Figyelj! Hát tényleg, most is itt van, ezt nézem, most megállítottam, fú, de annyira izgulok, most éppen egy lövés között vagyok, éppen megy a lövedék, iszonyatosan durva. Te, de olyan grafikája van, de olyan, figyelj, ez olyan 3D, hogy 4. Ez valami eszetlen. Iszonyat, baromi jó. És figyelj, ahhoz képest nem is drága. Hát te, figyelj, megéri. Megéri. Jó, én most egy kicsit többet melóztam, de hát megéri. Ezek, hát te, hogy ezek mit tudnak? Te, ne haragudj, leteszem, mert itt a lövedék félúton van, és a félek, azért véletlenül itt elmegy nekem, és te, jó, lerakom. 35 kiló izommal. Nőtársaim. Látjátok, hogy nehéz az élet. Szóval, például mi férfiak elszakadtunk a fizikai erőnktől. Attól, hogy folyamatos természetes visszajelzéseket kapjunk, attól, hogy fogom legalább, nem véletlen, hogy milyen sokan kondiznak. Értitek? Az is egy kondizás, hogy fogom, azt tudom. Egyenes derékkal kell, meghúzod magad, ne is. Ez. De az megint más, amikor. Az más. Ez egy más dolog. Szóval, jaj, fát kéne vágni többet. Egyszerűen közel kerülni a fizikai erőnkhöz. A fizikai erőnktől eltávolodunk. És amikor valaki tudja, folyamatos kontrollban van, hogy mit bírok és mit nem, hogy hány kilót tudok fölemelni, hogy meddig tudok futni, hogy egy tempót meddig bírok, hogy meddig tudok fölugrani, hogy kit tudok legyőzni és kit nem.
ez nagy segítség ahhoz, hogy az erőnk és a harag kultúrált legyen, kontroll alatt tudjon lenni. Különben, jaj, nem könnyű nekünk férfiaknak, egyáltalán. A nőknek meg sose volt könnyű. Szóval, ha nagyon meg vagyunk fosztva a haragtól, akkor nagy kérdőjel, hogy mennyire tudunk aktívak, cselekvőképesek lenni, csinálni, bevetni magunkat, jól elfáradni, izzadni. Ezt a sémát nagyban jellemzi a passzivitás. Aki ebben a sémában van, behódolás séma, tulajdonképpen bezárva érzi magát. Fenyegetve, bezárva és tehetetlennek. Olyannak, akit valahogy, mintha egy állandó passzivitásra ítélt volna az élet. Hogy mit is tudnék tenni, hát nincs is hozzá erőm, és hogyha meg is csinálnám, mit szólnának mások? Hát rám néznének csúnyán. Ha annyira bennem van, ha 1956 volt. Szóval elmentem papokhoz, és kérdeztem, hogy mit csináltak 56-ban. No, fajon én foglalkoztatott engem. Te mit csináltál 56-ban? És akkor volt egy pap, azt mondta, hogy hát tudod engem, ide dobtak, oda dobtak minden, most miért? Azért, mert azzal fenyegettek, hogy levágják a copfom. Ez úgy megmaradt bennem, hát tudjuk, hogy nem erről volt szó. Ez egy sokkal-sokkal kegyetlenebb valami volt. De hogy ebben a papban ez így ért, hogy most azért, mert valaki majd azt mondja, hogy ilyet nem szabad csinálni. És akkor, hogyha ez a jó. Aki a behódolásban van, tulajdonképpen messze az erejének, cselekvőképességének, lehetőségeinek a nívója alatt él. Magát úgy éli meg, hogy be vagyok zárva, tehetetlen vagyok, eszköztelen vagyok, nem vagyok cselekvőképes, nem tudom megcsinálni. De hát mit is? Ha megcsinálnám, megbüntetnének, nagy baj lenne, rossz következménye lenne. Megszűnhetne a kapcsolat, vagy megbüntetnél, vagy megsértődnél, nem szeretnél, és ezt nem engedhetem meg. Ez rettenetes lenne nekem. Ezt nem szabad. De látjátok, itt a nem szabad, nem abból jön, hogy valakinek van egy belső meggyőződése, hogy ez szabad, azt meg nem. A behódolás sémánál nincs belső meggyőződés, hanem félelem van. Valójában nem belső, hanem külső figyelem van. Ugye, ha van egy meggyőződés, akkor én belülre figyelek, és azt mondom, nekem ez a fontos, és ezért kiállok. Itt nem erről van szó. Hanem azt mondom, akármi is fontos nekem, ha haragszol rám, azt nem tehetem meg. Nem egy jó séma. Na most, harag. Csak ezeket szeretném ide hozogatni, hogy emlékeztek, milyen fontos volt megkülönböztetnünk, hogy egy érzést megélek, vagy kiélek. Nem ugyanaz. Megélni a haragomat, és közben például használni az eszem, hogy ezzel a haraggal most mit csináljak. Akkor itt bent megélem a haragom, és közben hova irányítsam ezt az erőt, ami a haraggal együtt megjelent bennem. Mit kezdjek, milyen cselekvésbe vigyem ezt az erőt. A megélés tehát nem egyenlő, mondjuk a gátlástalan kiéléssel. Ugyanikor olvasunk könyveket, és éld meg a haragod, éld meg az érzéseid. Az egyáltalán nem jelenti azt megélni a haragot, hogy ütök, vágok, csapkodok, mert akkor azt kiéltem, és nem megéltem. Oké? Okay? Tehát akkor megkülönböztettük a harag megélését és kiélését, megkülönböztettük a haragot és az agressziót. Néztük, hogy minden érzésnek van egy evolúciós programja.
ami valamilyen cselekvése indít bennünket. Most nézzük meg, milyen három területen alakulnak ki tilalmak. Vágyak, szükségletek, érzések. Beleértve akár a harag, akár az indulat. Most képzeljünk el egy embert, akibe nem lehetnek vágyak, nem élheti őket meg, nem ad nekik teret, a szükségleteit nem tudja kifejezni, alapszükségletek, amik az élethez kapcsolják őt, és érzéseket nem jeleníthet meg. Csodálkoztok, hogy passzív. Hát ha valaki nem használja a vágyait, az érzéseit, meg a szükségletből fakadó indítatásait, akkor ugyan miből van életereje? Akkor miből indul el valahova? Hogy tud valamit megcsinálni? Márpedig a behódolás sémában élő emberrel pont ez történik kisebb-nagyobb mértékben. Hogy tulajdonképpen a nyomorúságában el van vágva pont attól, amiben igazán erő van. Érzések, késztetések, vágyak, törekvések. És mit mond a szociálpszichológia? Hogy az értékek hátterében szükségletek állnak. Tehát, ha valaki el van vágva a legalapvetőbb szükségleteitől, érzéseitől, vágyaitól, cselekvésképtelenné válik, marad a behódolás, még akkor is, ha nem is jó, amit csinál, ezért értékek nem tudnak az életében kibontakozni. Hiszen amiből fakadnak az értékek, ahhoz nem fér hozzá. Na most, az egy nagy esztelenség azt tanácsolni valakinek, hogyha haragszik, akkor dühöngjön. Miért? Ha begyakoroljuk azt, hogy indulatos vagyok, és dühöngök, és megindulok, és még többet dühöngök, az inger küszöbünk elkezd emelkedni. Ez azt jelenti, hogy sokkal kisebb célunkat akadályozó helyzetnél is már dühöngeni kezdünk, és még többet kell dühöngeni, hogy valahogy kidühöngjük magunkat. Nem jó rászokni a dühöngésre. Tényleg így van. Ez nem, ez egy ilyen konyhapszichológia. Fejezd ki az érzéseidet, éld meg, fújd ki magad. Aha, először 2 perc alatt fújod ki magad, 5 perc, 50 perc, 5 év, és most fújod, mert semmi nincs, csak te dühöngsz. Mert annyira rossz van ebben a világban. Tudjátok, néha szoktam parkolni egy őrzött parkolóban. Kedves ismerősömmé vált az őrzött parkoló őr. Az őrzött parkoló őrrel szóba elegyedve a következő sematikus mondat fűzésére figyeltem föl. Azt mondja, lövik az embereket Ukrajnában. Hát csoda, hogy az ember iszik. Hirtelen hidegebb lett, megyek fizetni, 6 fok van. Hát csoda, hogy az ember iszik. Na, éppenséggel az agressziónkkal is így van, ha jól begyakoroljuk magunkat. Szép lassan, már mindent, ha csak egy picit is valami nem úgy van, ahogy az nekünk, ami célunkat, szükségletünket támogatja, csak... Tehát... Amikor azt mondjuk, hogy a harag önmagában nem bűn, hogy a haragban sok életerő van, akkor egy kicsit sem mondjuk, hogy váljunk agresszívvá, vagy hogy jól gyakoroljuk be magunkat a dühöngésbe, szó sincs róla. Hanem, hogy ha a harag megjelenik, mint egy természetes érzés, ahhoz kapcsolódó indulat, akkor azt tudjuk valamire használni, vagy fordítani. Igen, ezek a, mondok két teljesen szélsőséges példát. Mikor egy nőt, egy férfi fenyeget. Hát ha ez a nő el van vágva a haragjától, a legalapvetőbb szükségleteitől, hogy élni akar, hogy életben akar maradni, hogy magát meg akarja védeni, ha az alapvető vágyaitól el van szakítva,
akkor hogy védi meg magát? Akkor mi lesz vele? Hogy lesz ez? Hogy ne csináld? Vagy létszi? Vagy hogy? Ez sokkal komolyabb téma, picit sincs kedvem, ez bármit így... Nehogy félreértsétek. Ez... Például, hogy milyen sokan el vannak vágva a hangjuktól. Ugye a harag kifejezése, az erő, ahogy megjelenik egy emberben, a sokszor, hogy képes vagyok kiabálni, vagy kiáltani. Nem kell, senkivel se kell ordítani. Nem tudom, egyszerűen nem tudom fölidézni, hogy mikor kiabáltam én bárkivel utoljára is. Hát nem tudom, szerintem 10 évesen. De nem akkor, nem, akkor meg szorongtam. Tehát nem arról van szó, hogy állandóan olyan élethelyzetekben vagyunk, ahol ha nem kiabálunk, nem fordulnak jóra a dolgok. De ez nem jelenti azt, hogy ne tudnék kiabálni. Tehát nagyon fontos, hogy tudjatok kiabálni. Nem kiabálni, üvölteni. Ez egy nagyon fontos képesség. És hogyha valaki ezt nem tudja, ez azt jelenti, hogy itt valami tilalom és gátlás alá került, ami egy olyan természetes emberi dolog, amit hogyha nem tudunk kifejezni, akkor látni valóan valami, akkor be vagyunk zárva. Egyáltalán nem kell másokkal kiabálni, de tudni kéne kiabálni. Kiabálni, üvölteni. Tehát ha azt kérem valakitől, nem tudom, hogy te most ordíts, akkor te tudjál ordítani. Milyen egy alapvető dolog. És nagyon sokan nem tudnak. Nem tudnak kiabálni, ordítani. Ha most valamelyikötök úgy van, hogy szerintem én se tudok, gyakorold, létszi. Menj ki az erdőbe, tavasz van. Lesz, legkomolyabban. Én ezt... Tavasz van, tavasz, tavasz. Hétközben csináld, mert nincsenek kirándulók. Mert Magyarországon a tavasz kirándulók nélkül van. Nem. Magyarország területének 30%-a erdő. Akkor nem állunk rosszul. Elmész és körbenézel, azt mondja, nincs itt semmi, csak egy muflon, egy róka, néhány szarvas, na ezeknek most adok. Hogy úgy halld meg, és az a minimum, hogy rekedj be. Amíg nem rekedtél be, nulla, aranyfüst. És úgy gyere le, hogy... Itt derülünk ezen, és ezt annyira komolyan mondom, nagyon komolyan. Hát miért? Gyakorolhatsz otthon is. Csak akkor csönges be 8 szomszédhoz. Semmi baj, csak gyakorlod. Tessék, meccs, az is jó. Vannak kultúrformák, ahol lehet. Tényleg így van, vannak. Igen, de ott is a túlkultúrát nekem a meccs. Hát ott már... Szóval, aztán a másik, mondok nektek gyakorlatokat egyszerűen, például, hogy érezd meg az erőt, de tudjál valamit püfölni. Légy szíves, tanuljatok meg valamit püfölni. Senkit nem kell püfölni, csak tudni kell püfölni. Püfölni. Úgyhogy azt érezd, hogy ennél erősebben ezt nem tudnád már csinálni. Addig. És akkor végeztél azt, hogy te jó, hogy hülye vagyok én, leszakad a karom. Akkor jó. Akkor jó. Megérezni az erőnket, tudni ezt kifejezni. Azért, mert ha képes vagyok kiabálni, valamit püfölni, ordítani, maximális erőkifejtéssel csinálni valamit, fizikai erőre gondolok, akkor szabad vagy ebből a szempontból. És akkor nyugodtan megteheted azt, hogy ezt sose használod. Hiszen képes vagy megcsinálni.
akkor az kontroll alatt van, kézben van tartva, pontosan tudsz annyira kiabálni, amennyire akarsz úgy ütni, ahogy mindent pontosan centiről centire, kilópontról kilópontra tudsz. Ezért mindent tudsz szabályozni. Mikor valaki azt mondja, nagyon egy igazi, rendes, katolikus ember. Nagyon rendes katolikus. Néha düh kitörései vannak. Ez egy probléma, ezt szokta meggyúlni 3 havonta. Tényleg, hogy mindig az, hogy havonta egyszer-kétszer. Nagybőjtbe ez szaporodik. Igen, tényleg, mint a varangyok tavasszal. Düh kitörés. Hát én rendes vagyok, csak néha valahogy nem is tudom, és úgy fölocsodok, hogy most miért is üvöltöttem, és akkor melyek bocsánatot kérek. Mikor valakinek düh kitörései vannak, az épp nem azt jelenti, hogy ő jó viszonyban van a haragjával, hanem hogy nincsen kézben tartva a haragja. Vagyis nem tud a haragjával, késztetésével, indulatával mit kezdeni, az fölgyűlik benne és kirobban. Tehát őt nem arról kellene lebeszélni, hogy haragudjon, hanem hogy tanuljon meg bánni a haragjával. Hiszen ő magát is le akarja beszélni a haragról, mert azt mondja, a harag rettenetes dolog, néha egy dürorot kapok, és ez szörnyű. Márk evangéliumában van az egyik kedvenc történetem. Azért, mert Jézus ott áll a zsinagógában, szombat van, megkérdezi, hogy na, most szabad-e szombaton gyógyítani, életet menteni, vagy veszni hagyni. Ott áll egy beteg, nyomorult ember. Akkor látja, hogy a tömeg azt mondja, az semmi kell, semmi kell. És akkor azt mondja a Szentíró, Jézus haragosan körültekintett. Haragosan. Ennyire embertelenek vagytok? Képesek vagytok erre, hogy valakit veszni hagytok? Mi ez az elv, ami miatt veszni hagytok valakit? És utána meggyógyítja. Ez az egyik leggyönyörűbb példája annak, hogy Jézus egy valódi ember, Isten és ember, embersége valódi ember, tehát haragszik. És a harag erejét gyógyításba fordítja. Hát ennél szebbet nem. Egész nyilvánvaló, hogy a különböző kutatások azt mondják, hogy valaki minél inkább, így mondhatnánk, spirituálisan érett, az élet szentségnek bizonyos magaslataira jutott, annál kevesebb benne a negatív érzés, érzelem és indulat. Kevesebb benne. Tehát ő nem lesz egy haragvó ember, de attól még haragudhat, de ezt a haragot képes valamilyen építő irányba fordítani. Hát. Ezért, hogyha te nagyon beszorítva érzed magad, tehetetlennek, vágyak, érzések, szükségletek? Hol lettek benned? Hol vannak? Kedves ismerősöm, azt kérdezte minap. Ültünk páran, azt mondja, most tulajdonképpen mihez lett kedvetek? Mire éreztek most késztetést? Ezt kérdezte. Ültünk ott páran. És tulajdonképpen eltöltöttünk egy délutánt együtt, mihez éreztek késztetést? A válaszok a következők voltak. Mire érzel te vágyat? Azt mondja, hát úgy szeretnék valahogy hát egy társammal együtt lenni, most ahhoz lenne kedvem, hogy így egy szerelmemmel együtt lenni, csak hát nincsen. Jó. Most mondjátok meg, nincsen. Másik azt mondja, hát én meg úgy elmennék egy jó mozit megnézni. Hát dolgozni kell.
Még munka van otthon, úgyhogy dolgozni kell sajnos. Én úgy megbeszélném a férjemmel azt, ami ma délután volt. De nem ér rá. Nem ér rá, ő is nagyon fáradt, jön haza a munkából, most terheljem. Értitek ezt? Most megkérdezném tőletek, most nem tudom, beszéltem több mint egy órát. Mihez kaptatok kedvet? Vágyat! Az lett a tapasztalatom, hogy a válaszadásban a következő derül ki. Körülbelül 2 másodpercig van valaki a vágyánál, és utána hol van? Azt mondja, de hát sajnos nem. Nincs szerelmem, amíg szerelmes se vagyok. Hogy is lenne így szerelmem, még nem is vagyok szerelmes. Most ő hol van? A vágyánál? Hát már az élet keservébe van benne. De már elborította. Akkor azt kérjük emberektől, hogy mondd meg, mire vágysz. A második mondat az, de nem lehet. Nem lehet. Úgy vágynék, de hát nem, már most itt ülünk, most nem lehet. Már most nem lehet, még van 10 perc. Nem lehet, már késő van. Nem lehet, hát kedden nem lehet. Hát meg hétközben van, hát hétvégén lehetne, most hétközben van. Hát nem lehet, mert már fáradt vagyok. Hát azt nem lehet, mert férfi vagyok. Nem tudok szülni, úgy szülnék egyet, és egyszerűen nem lehet. Ezt nem lehet, mert nő vagyok. De jó lenne, de hát sajnos nem, már öreg vagyok már hozzá. Az meg de jó lenne, de hát még nem vagyok elég felnőtt hozzá. Ó, de szívesen csinálnám, csak hát nincs meg hozzá semmi. Nem másra jutottam, hogy mi magunk azt gondoljuk, hogy a vágyainkban vagyunk. És köszönő viszonyban se vagyunk a vágyainkkal. A csalódás, a szomorúság, hát rosszul vagyok. És aztán ment ez bennem tovább, mondom, olvasom az evangéliumot, így dühöngve. Nem igaz, az emberek mikor vannak a vágyaikban. Mondod neki, hogy vágyakozzon, és már is szomorú. Hát ez nem igaz. Hát azt mondtam, hogy szomorkodjon, vágyakozzon. Olvasom az evangéliumot, dühötten. Nem csoda, hogy megváltásra volt szükség, nem tudnak vágyakozni. Mondhatsz nekik akármit, ezért lettem pap. Olvasom az evangéliumot, választott nép várta a messiást. Jó, várta a messiást, tudom, hogy várta. Jézus megjött, mondta, hogy senki se proféta saját hazájába, na már nekiálltak, fölvitték a magas hegyről, városuk épült, és le akarták őt onnan taszítani. De ő átment közöttük. Na várjunk csak. Hogy van ez? Megtanultam a teológián, hogy a választott nép várta a messiást. Várta. Hát most várta, ez csinálok egy csomó dolgot, éppen becsönget, beengedem. Hát nem valószínű, hanem inkább úgy, hogy hát vágyott rá, nem? Vágyta. Érzések, vágyak, késztetések, de jó lenne, óhajtás. Hát nem csak úgy, ha jön, szóljatok nekem is, nem akarok lemaradni. Vagy várta, vágyta. És megjelent, mondott 2 mondatot, és azt hűkent! Rájöttem, hogy lehet, hogy ezt tanultam a teológián, hogy a választott nép várta a messiást, de hogy nem a vágyánál volt, az biztos. Hanem 2 mondat után már a haragjánál, az előítéleténél, a bosszú vágyánál, a téreszméjénél, a csalódottságánál, akárminél időzött, miközben ő azt mondja, várjuk a messiást, a megváltót, hogy megjöjjön. Nagyon, úgy várjuk, hát más se kéne nekünk, csak ez az egy meg lenne.
éppenséggel nem időztek a vágyaikban. Tulajdonképpen ezt merem mondani, hogy nem időzünk eléggé a vágyainkban. Főleg aztán milyen sokat szóltunk erről évekkel ezelőtt, a legmélyebb vágyainkban. Hogy a legmélyebb vágyaink természete olyan, hogy valaki időzik a legmélyebb vágyaiban, abból még semmi nem teljesedett be, hanem időzök a mély vágyaimban, és már jól leszek. Pusztán azáltal, hogy a legmélyebb vágyaimat engedem, hogy eltöltsenek. Semmi nincs még meg belőle, csak a vágy, és jól vagyok tőle. Ez az érdekes, hogy a legmélyebb vágyainktól jól leszünk. Megéljük azt, hogy ember vagyok, hogy mire is vágyom én, hogy mi az, amivel nem fogok megelégedni, hogy mi az, ami előttem áll, amiért érdemes élni. Fütyülök rá, hogy még nincs itt. Nem így van. Hát fütyülök rá, hogy még nem teljesedett be. Hát megcsinálni a 6. pályát. ...2:45 alatt, hogy a 7. vigyem. 48 zombit lelőni. Szóval, ha megtanulunk a legmélyebb vágyainkban időzni, már attól jó lesz az élet. És milyen nagy dolog megkülönböztetni azt, hogy én most egy vágyamban vagyok, vagy már kesergek, vagy már sajnáltatom magam, már most a szenvedek, és nem tudom, mit csinálok. Időzni a vágyban. Egy buddhista szerzetes barátom a következőt mondta. Hú, Feri, nagy a baj. Hát ezt tudtam nélküle is. Mondom, ezért nem volt érdemes idejönni. Mondj valami mást. Azt mondja, hát én ugye megtanultam, hogy a vágyak nem tesznek jót az embernek. Hosszú távon, hogy hát Buddha hogyan tanított meg bennünket, hogy hogyan tudunk a szenvedéstől mentek maradni, azáltal, hogy a vágy tüzét kioltjuk. Rájöttem, hogy Magyarországon az emberek nem tudnak vágyakozni. Hogy először meg kell tanulni a buddhista növendékeket vágyakozni, hogy legyen mit kioltani. Most nagyon hülyén hangzik, amit mondok, de biztos jól értitek. Hát, hogy oda jön, hogy... Te édesapám, tűzről hallottál már? Láttál már olyat, hogy úgy... Tűz. Hát csak óvatosan, mester, csak óvatosan. Nem tudom, anya, mit szól ahhoz a nagy tűzhöz. Tűzoltó. Mennyi az idő? Jaj. Megtanulni, szabadon vágyakozni. Szabadon kifejezni a szükségleteinket. Vannak társas szükségleteink. Nem tudom, hogy érzékelhető ez, amikor erről beszélünk, hogy kifejezni. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez föltétlenül valaki másba beletarol, belerúg, bele megsért egy határt, a másikon átgyalogol. És... Hát olyan sokféleképp lehet valamit kifejezni. Itt ebben a sémában a nehézség az, hogy az illető nem meri kifejezni. És egy idő után nem is tudja, hogy lehetne kifejezni. Hogy tudni, kifejezni. És akkor vagy csinálom, vagy nem. Vagy így csinálom, vagy úgy csinálom. Na. Tulajdonképpen ez egy nagy tanulás. Jó van, de hát most már be kell fejezni. Mit írtam még ide, de biztos semmi értelme nincs. Jó, hát itt egy nagy téma. Igen. Látjátok, elment az idő. Úgy szerettem volna elmondani pedig. Annyira. Ez volt bennem, hogy elmondom, és nézzük. És nagyon csaptam az estét. Annyira szerettem volna. A női erőről nem beszéltem. Na, mit szóltok? A női erő. Hát már jön, érzem.
engedjetek nekem még teret. Annyira, van egy Pinkola Estes nevű pszichoanalitikus hölgy. Azért muszáj, tehát egy nő. Igen. Tehát a nő mondja nőnek. Azt mondja, hogy a női szocializáció miatt a mi kultúránkban a nők elszakítva élnek a saját erejüktől. A női erőtől. A női erő nem egyszerűen csak az, hogy képes vagyok csábítani. Megbillegtetem magam. Dobok egy esti sminket. Hát ez még csak a... Hogy a legtöbb nő elszakítva él a női erejétől. És akkor azt mondja, Pinkola Estes. Ez egy jó név, nem? Tehát ezt jó kimondani. Komolyan már is elkezdtem vágyakozni. Ilyen gyönyörű név, Pinkola Estes. Na, azt mondja, hogy a legtöbb nő nem csak elvágva él, elszakítva a saját női erejétől, ha megint kilóg a gatyám, ból az ingem, hanem fél is a saját erejétől. Ez hasonló ahhoz, ahogyan félek a vágyaimtól, ösztönkésztetéseimtől, érzéseimtől, mert hogy baj lesz. Nem akarom, hogy megbüntes, hogy fenyeges, hogy rossz vége legyen a dolognak. Tehát az első, hogy elszakítva érzem magam az erőimtől, második, félek is a saját erőimtől, mert majd mi lesz? Mi lesz, ha én egyszer? Tulajdonképpen nem is tudom kifejezni az erőimet, azt se tudom, hogy ezek mik igazán. Hát biztos nem az a női erő, hogy képes vagyok becsapni az ajtót. Nem ez a női erő. Nem az a női erő, hogy üvöltök a kisgyerekemmel. Na már. És akkor azt mondja, a női erőtől a férfiak is félnek. A férfiak tudatos és nem tudatos üzeneteket közvetítenek a nők felé, hogy csak ne legyél erős. De az erődet ne fejezd ki, mert akkor azt se tudom, mit kell csinálni. Nyilván azért, mert a férfiak többség is el van vágva a saját férfi erejétől. Egy nő még erős is, elég, nem elég neki, hogy nő, még erős is, az már vége is van. Megyek, lövöm a zombik fejét. Hát az kiszámítható, azt lelövöm 8. pálya. Érzitek, egész este már 5. kezdtünk, és már 8. vagyunk. Egy női erővel megküzdeni, hát... És akkor ezt mondja, a férfiaknál már csak a nők félnek jobban a női erőtől. Ezt egy nő mondja, Pinkola Estes. Jelesül. És akkor hozzáteszi, hogy például miben jelenik meg a női erő. Júj, de szép, de letelt az idő. Úgyhogy... De elvette, tudom, hogy ilyet nem lehet csinálni. Most félek a haragotoktól. Azt mondja, a női erő abban nyilatkozik meg, hogy képes az életre segíteni mindent, amit életre kell hozni. Van ereje ahhoz, hogy élővé tegye azt, aminek élnie kell. Vesző. És van ereje ahhoz, hogy elengedje, aminek vesznie kell. Hogy elengedje azt, aminek a halálban van a helye. Az már nem kicsi. A női erő tud éltetni, és meglátja, hogy mikor van az ideje annak, hogy valamit elengedjen, vagy elveszítse, elgyászolja, vagy elengedje a halálba. Ez a női erő. Nem az, hogy tudok üvölteni a férjemmel. Mondta Pinkola Estes.